Mekkora hatással lehet egy pici babára a hőség, a kánikula? Ennek kapcsán beszélgetünk a következő percekben. Szeretettel köszöntöm a műsorban Kincsverőné Pötörke Katalint, a Védőnői Szolgálat intézményvezetőjét. Köszönöm, hogy eljött. Jó napot kívánok! Hát beszéljünk arról, ugye, hogy mostanában már megszokhattuk, hogy akár 30 fok fölé is megy a hőmérséklet, akár tartósan is, és hogy éjszakára sem hűl le a levegő. Mennyire változhat meg a babánk viselkedése, napirendje, ritmusa, ez mennyire jellemző ebben az időszakban, hogy már rajtuk is látszódik akár az időjárás változás? Hát ugye a kisbabák eleve minden változásra sokkal fokozottabban reagálnak, mint a felnőttek. Ez igaz a kánikulának a beköszöntére is. Folyadékigényük megnőhet, az étvágyuk egy picikét csökkenhet, illetve hát ez is azért csökken, hiszen kicsi a gyomruk, a gyomorkapacitásuk, és hogyha ebbe több folyadékot töltenek azért, hogy a közérzetük jó legyen, akkor az étvágyukat egy kicsit hátrányosan befolyásolja. Tehát több folyadékot visznek be, és táplálékból kevesebbet. Ez ugye a fél év alattiaknál nem probléma, ha szoptatott babák, hiszen ők ugye folyékony táplálékot fogyasztanak, de egy idősebb csecsemőnél tapasztalhatja azt az édesanya, hogy mondjuk ha van még anyatej, akkor az anyatejet azt szívesen fogyasztja, de mondjuk egy főzeléket, hússal, egy nehezebb ételt, ezt ugye kevésbé szívesen fogad el. Ettől nem kell megijedni, tehát ez egy teljesen normális jelenség, mint ahogy mi felnőttek is inkább egy könnyebb étkezésre vágyunk melegben, vagy inkább gyümölcsöt fogyasztunk szívesen, ez a babáknál is így van. Hogyan könnyíthetjük meg az ő életüket, napirendjét, tehát mi az, amire fokozottabban ebben az időszakban figyeljünk? Hát a folyadékpótlás az nagyon fontos, tehát hogyha anyateljes egy baba, akkor ha már beállt egy 3-4 vagy 5 órás szoptatási rend, akkor nem kell azon meglepődni, hogy most a kánikula idején ez sűrűbb lesz. Tehát akár óránként, másfél óránként, lehet, hogy csak 1-2 korty anyatejet, de igényelni fog a kisbaba. Ennek örüljünk, mert akkor biztos, hogy a megfelelő folyadék mennyiséget be fogja vinni a szervezetébe. Amennyire lehet, próbáljuk hűteni a környezetét. Most ugye itt mindig a légkondicionáló készülékek merülnek föl, hogy ez most mennyire jó, vagy mennyire nem. Hát az biztos, hogy a tisztántartásukra nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert ezek betegségeket tudnak terjeszteni, hogyha ezekben baktériumok telepednek meg. Tehát mindenképpen fontos, hogy a szakemberekkel ezt kitisztítassák használat előtt, illetve nem szoktuk javasolni, hogy közvetlenül a kisbabára fújjon a légkondicionáló készülék. Tehát vagy egy másik helységben menjen a klíma, és próbálni egy kicsit áthűteni a kisbaba szobáját, vagy kihozni a gyermeket, és lehűteni egy kicsit a szobát, és utána visszavinni őt a szobájába. Tehát, de ilyen módon lehet ezeket használni. Ugyanez a ventilátorral is a helyzet, hogy az is egy jó megoldás, de az se fújjon közvetlenül a kisbabára hideg levegőt, mert a húzatra érzékenyek azért a kisbabák. Mennyire változhat meg mondjuk az alvási szokása ebben az időszakban egy kisbabának? Hát az alvása is ugye ugyanez, mivel hogy szomjas, ezáltal gyakrabban ébredhet, tehát egy anyateljes baba az, ha nem is az éjség, de a szomjoltás céljából ugyanúgy gyakrabban ébredezhet éjszaka, kicsit nyugtalanabbul is alhat, tehát érdemes azért nem nagyon beöltöztetni őket éjszakára. Tehát mondjuk egy 25-26 fokba, egy nagyobb csecsemőnél már, hogyha egy kis kombidressz, meg egy kis zokni van rajta, és egy nagyon vékony kis, akár egy textilpelenkával be van takarva, az sokszor bőven elegendő, hogy tudjon ő is izzadni, hőt leadni, tehát nem kell túl takargatni a kisbabákat. Mi a helyzet a sétákkal? Tehát azt általában milyen időszakra időzítsük, hogyha megvan egy napi rutin, hogy mikor viszi ki az édesanyja, akár délelőtt, délután, ez hogyan változzon meg, vagy hogyan javasolják, hogy egy picit változtassunk ezen? Hát a sétákat azt érdemes vagy a 10 óra előtti időszakra délelőtt, vagy pedig inkább az 5-6 óra után időszakra délután időzíteni, és semmiképpen ne választák a nap elleni védelemnek azt a megoldást, hogy a babakocsit lefedik egy pelenkával vagy takaróval, ugye az UV meg a napfénytől ne így védjük a kisbabákat. Ugye vannak olyan babakocsik, amik fölött napernyő már kinyitható, az megfelelő, de nem szabad semmiképpen a kisbabákat letakarni ilyen mindenféle takarókkal. Illetve hát ezt itt Magyarországon azért szerencsére nem nagyon hallottam ilyen esetet, de Amerikában legtöbbször, hogy autóba bent fagyják a kisbabát csak egy pár percre, amíg beszaladnak a boltba, hogy ez véletlen se jusson senkinek az eszébe, mert egy pár perc alatt is az autóban olyan hőmérséklet tud kialakulni, hogy az életveszélyes állapotot eredményez egy gyermeknél. Hogyha esetleg a család nyaralni megy vízpart mellé, ugye fokozottan védenünk kell, hát a saját bőrünket is, de nyilván egy kisbabának a bőrét is. Erre mi az, amit javasolnak, hogy mondjuk dél és 4 óra között azért közvetlenül ne érje a napfény? Milyen szabályok vonatkoznak erre, amit érdemes betartanunk?
Hát igazából ebben sok különbség nincsen a csecsemők és a felnőttek között, hiszen ez az extrém UV-sugárzás, ez a felnőttek bőrére is rendkívül káros. Annyiban más, hogy ugye nekik a legmagasabb, tehát az 50-es faktorszámú naptejeket javasoljuk a kisbabáknak, és még fokozottabban igaz az, hogy a tűző napra nem. Tehát, hogy amit ön is említett, hogy ez a... Most már inkább 11, már nem is a dél, tehát egyre korábbra hozódik ez a 11 és 4 óra közötti időszakban, nem annyira szabad őket kivinni a tűzőnapsütésre. Szűrt fényben lehet, de ott is lekenve 50-es faktorszámú naptejjel, és sűrűbben kell őket újra kenni, tehát akár egy-két óránként érdemes megnézni, hogy kitart, főleg a vízbe is viszik a babát, hogy elegendő ez a fényvédelem. Illetve hát ugye mindenféle rovarok csípése ellen is azért érdemes figyelni a babáknál. Hogyha ilyen készítményt nézünk, ugye már nagyon sok helyen kapni, akár drogériában vagy egyszerű közértben, mi az, amit figyeljünk, ami kiolvasható a flakonból, amit ne kenjünk inkább rá? Tehát, hogy vannak olyan káros anyagok, amit inkább mellőzzünk? A drogériákban az a jó, hogy ezért jelzik is, hogy mik azok a fényvédő készítmények, amik csecsemőknek lettek kifejlesztve. Hát azért érdemes, hogy bőrgyógyászatilag teszteltek ezek a készítmények, szenzitívek, tehát hogy nem tartalmaznak illatanyagot és egyéb allergént, tehát ezt mindenképpen érdemes nézni. Illetve ha a rovar elleni védelemben is gondolkodunk, tehát ilyen szúnyog kullancs, ott vannak olyan védőszerek, amik nem kemikáliák, tehát nem kémiai úton védik a kisbabát, hanem a bőrükön képeznek egy olyan felületet, hogy ne nagyon nézze a szúnyog leszállópályának a kisbabát, tehát hogy ne legyen kedve megcsípni. Tehát ez nem olyan, mint az egyéb ilyen kemikáliát tartalmazó szúnyogriasztószer, tehát ezeket csecsemőknél is lehet alkalmazni már 3 hónapos kortól. Tehát akkor olyat érdemes venni. Hogyan érdemes egyébként, hogyha vízpartra megyünk nyaralni, felöltöztetni, vagy mibe öltöztessük ilyen esetben a kisbabát? Gondolom azért nem árt, hogyha van rajta egy kis sapka esetleg, ami védi a fejét. A sapka az okvetlen, az nem csak a strandon, tehát én utcán néha elszörnyedek, hogy tűzön abban a csecsemők, nem mindegyikén van sapka. Tudom, hogy nagyon sokszor leszedik a gyermekek magukról, vagy nem viselik el, de vannak nagyon jó pofa kendők, amiket így hátul meg tud kötni az anyuka, és azért azt nehezebben operálja le magáról a kicsi, de azt mindenképpen, mert egy csecsemő szóval meg tud főni, tehát hogy egy kicsit drasztikusan élve megfőzi az agyát a napon. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy legyen rajta a fején valami védőeszköz. És hát ez igaz így a vízparton is, illetve nagyon-nagyon érzékeny bőrű babáknak még ilyen UV ruhát is lehet kapni, tehát ami mondjuk a naptej, akinek nem elég még az sem, hogy be van kenve naptejjel, akkor olyan ruhát adni rá, ami ilyen UV szűrős. Tehát ezek általában világos színből készülnek, és akkor ezzel is lehet segíteni. De igazából, hogyha árnyékba tartózkodnak, vagy bekenve, akkor simán kis úszó, pelenka, úszó nadrág, nagyobbaknak is fürdőruhák nagyon helyesek vannak, alá ugye egy úszópelenkát érdemes azért adni, akkor ezekbe lehet őket strandoltatni, vagy pancsoltatni. Köszönjük szépen a hasznos információkat! Én is köszönöm!